Ruják próbál varázsolni, Barnes elengedi, és ez most már bent van. Zugak csak Kecskemét, a kecskeméti Messi István sportcsarnokban. Gin. Ügyes lefordulás volt. Még mindig ő. Aztán begyújtja a rakétát, lefékez. Troy Barnes. Ruják. Szépen kapta vissza Rujáktól a labdát, és fejezi be azt. Nincs. Barnes kérné, de aztán a jobb oldalt választja, és helyesen tett Hintz. Medve most már betalált. Troy Barnes. Szépen föltett labda. Na így kell törleszteni, valakinek valamilyen sérelme van a meccs folyamán, hogy legjobb, ha dob egy kettő vagy három pontos kosarat. Medve, Engelsfeld. Rajta nehéz védekezni, mert azzal a testtömeggel igencsak betuszkolja a védőjét. Kemal Karahodzsics. Hoppá! Lábbal igencsak megvert mindenkit Hintz. Hintz. Ogunyemi. Ó, jó a paskolás, csak nem megy. Kecskeméti ez a labda. Gin. Rászánta magát. Ruják. Gin. Ruják, közelebb megy, onnan már neki szerintem új gyakorlat ez befejezni. Most kell jól védekezni, nehogy aztán közelebb férkőzzenek hozzánk az Ose játékosai. Ogunyemi. Gyere, Simons ütött oda. Vajon ki fog dobni? Troy Barnes eldobja, és igaza van, pont jókor. Medve. Engedsz fel. Most kell ott tornyosulni előtte. De még tudott passzolni ott a hónaljak alatt. Hintz. Hintz. Nem dobja el, van még 7 másodperce. Már csak 6. Troy Barnes forgolódik. Ügyesen teszi fel a labdát, és be is helyezi a gyűrűbe azt. Hintz. Forgolódik. Ruják. Kirepülnek rá ketten is. Engedsz fel, János. És bedobja. Barnes. Engelsfeld. Hintz. Engelsfeld. Barnes. Mehet befelé. Igen. Szétnyíltak a kecskemétél. Később reagálták le a dolgot. Ruják. Még mindig ő. Ruják. Lejön a labda. Barnes. Ruják. Ogunyemi. Viszonylag szabadon kapta meg a labdát, és be is pöttyinti azt. Barnes tör be. Lepattan a Ogunyemiért. Időkérés következik. Medve. Engelsfeld. Ketten is támadják. Ki tudja játszani. Átveszi a vezetést az Asher. Ogunyemi. Ruják. Ogunyemi. Szabályosan betolja Wittmann. Ruják. 5 másodpercük van, nem kapkodnak, igazuk van, így is jó. Hozzá ott van Ogunyemi. És ő bedobja. Ruják segít neki. Érdekes volt, hogy a passz alapvonalon ment végig. És ezt megmentették. Molnár Ogunyemivel. Ruják, 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 beteszi. Ruják, Barnes, Ogunyemi. Nagy ütközés. Ruják, Thompson nyomorgatja, Barnes. Szép betörés. Azért jó játékos ám ő, ettől függetlenül, amit mondtam. Ruják, 1 másodperc. Ilyenkor dobja be. 59-64, ezt most ki kell védekeznünk mindenképpen, valamit szeretnénk még. Miért ne szeretnénk? Hát így nehéz. Engedsz fel, begyötri. Ruják, őrá bízzák a többiek, aztán is kiosztja a labdát.
és itt van. Na ezek a nagy játékosok, kérem, amikor ilyen helyzetben, ilyen lélekölő pozícióban, helyzetben elmerik vállalni és bedobják. Pongo, Pongo áll bele, nincs meg ez se, leszedi Ginn a labdát, és óriási öröm a vendég oldalon. Azt jelenti, hogy 64-70 a végeredmény. Le a kalappal a Kecskeméti alakulat előtt és a Paksiak előtt, és gratulálunk, a Jobbik csapat nyert. Úgy gondolom, hogy egy nagyon kemény fizikális mérkőzés volt. Jól felkészültünk a Kecskemétből, és az egész mérkőzésen tudtuk érvényesíteni a kemény, agresszív védekezésünket, valamint a támadásban nagyon szépen megtaláltuk egymást, és volt ritmus a játékunknak, ami által nagyon sok ritmusbeli kosarat szereztünk, és ez megkönnyítette a dolgunkat. Emellé jött egy-két extra dobás, ami ma szerencsére ült, és gyakorlatilag ebben látom a mérkőzés kulcsát. Az első fél időben kétszer is ilyen 10 pont körül vezettünk, akkor valamiért mind a kétszer elővettük ezt a szegedi játékunkat, vissza is jött a Pak simán. A második fél időben igazából végig megvoltak a helyzeteink, üres dobásaink voltak, sajnos kimaradtak, nekik pedig beestek a dobások. Igazából azt is mondhatnám, hogy vállalom a felelősséget igazából ezért vereségén, mert jó részt azért 5-6 dobás teljesen üres volt, ami az enyém volt. Úgyhogy most sajnálom, hogy nem ment be. Megyünk tovább. Következő héten ugyanolyan fontos mérkőzés Fehérváron. Úgyhogy készülünk arra, utána pedig jön a kupa, ott is szeretnénk jó eredményt elérni. Az idegenbeli mérkőzések mindig nagyon nehezek, és dupla energia szükséges ahhoz, hogy győzni tudjon a csapat. Gratulál a játékosainak, és nagyon-nagyon hálás a közönségnek. Ezt a játékosok nevében is szeretném én is elmondani, hogy köszönjük szépen, hogy ennyien kilátogattak ide Kecskemétre, és szorítottak nekünk, és remélem érzik, hogy a buzításuk mennyit segített a csapaton. Azt mondta még a mester, hogy három főjátékosukra készültünk, a Krisztiánra, aki egy nagyon jó játékos, és hál' Istennek sikerült ma megállítanunk, valamint a Dramicsányinra és a Gerasimovicsra, aki a két kulcsember még ebben a csapatban, és látszik is a dobott pontok mennyiségén, hogy nem volt ma jó napjuk. Jelen állapotunkban mindenki a maximumot nyújtotta. Én azt gondolom, hogy nem a Paks készült föl annyira jól a három játékosból, hiszen a három játékosnak tök üres dobásai megvoltak, tehát ugyanúgy, mint hogyha ha nem készültek volna föl. Én azt gondolom, hogy a Krisztiánnak meg kell köszönnünk egyáltalán azt, hogy elvállalta a meccset, hiszen hetek óta félig törött csuklóval játszik a dobókezén, más játékos ilyenkor sír, hisztizik, át se öltözik, ő vállalja a meccset, úgyhogy tehát egyáltalán, amit az előbb ugye mondott, hogy ő vállalja, nincs mit vállalni, hiszen én hálás vagyok neki, meg mindenki, hogy egyáltalán játszik, hiszen mi tudja, hogy kevesen vagyunk, úgyhogy köszönöm neki, hogy ilyen hozzáállással így játszik. A Dramicsanyint igazából nem a Paks állította, meg a Derasimov is, mind a kettő influenzával, injekcióval tudta vállalni a játékot, örültünk, hogy a csarnok be tudott jönni. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy méltó partneré voltunk a Paksnak, és hogyha az én kis padom is ugyan hosszú lenne, akkor nem tudtak volna minket bedarálni, hanem én meggyőződésem, hogy mi nyertünk volna 100%. Azonban a sport az ilyen, az számít, ami a pályán elértünk. Fizikális meccs volt, az tény, és a Paks fölénk kerekedett, fizikálisan bedarált minket, és összességében megérdemelten nyert.